Hello, sziasztok! Jó reggelt kívánok! Folytatjuk a házatépítő titkok sorozatot. És hát egy ma egy olyan témát hoztam nektek, ami, hát hogyha ezt így komolyan veszitek, és nagy csapatot akartok építeni, meg ugye nagy eladásokat akartok csinálni, és ezek tovább tanítani, ha ezt megtanuljátok, akkor hát, gyorsan fog épülni az üzletetek, és ez nem más, mint a változás. Ezt írjátok egy nagy hogy változás. Ugyanis nem termékekhez csatlakoznak, nem marketingtervhez csatlakoznak az emberek, hanem a változáshoz. Az a változás, ami rajtad meglátszik. Tudom, kicsit most ilyen szemét leszek, de látszik-e rajtad a változás? Ugyanis, ha nem látszik rajtad a változás, nem fognak csatlakozni azért nem fognak csatlakozni, mert nem hiszik el. Rögtön az a kérdés, igen, igen, és te? És te megmondod, hogy hát majd ö, látszom meg rajtatok a változás. Tehát ennél egyszerűbb üzleti formán nem tudok elképzelni, amikor a saját magadon lévő változást kell úgymond eladni. Illetve nem is kell eladni, mert kérni fogják maguktól az emberek. Mire gondolok pontosan? Mondjuk, ha duci vagy, és lefogysz, ez a legegyszerűbb, leggyorsabb változási forma, és még mai napig is hajszitek, hanem a világ egyik legjobban keresett árucikke. Maga a fogyás. Miért is mindenki fogyókúrázik. Nézd magadra, nézd meg, hogy neked milyen az alkatod, mindig akarsz szebb lenni, biztos. Azért, mert így van kitalálva az emberi, úgymond szervezet. Persze, legyinthetsz, tehát jó van, jó ez nekem így is, de az emberek nem a jól van nekem így is kategóriát keresik, hanem azt, amikor mutatnak nekik, hangsúlyozom, nem mondanak, mutatnak nekik. Változást, lehetséges utat. És a legjobb a saját példa. De persze, ha most te nem vagy kövér, nem vagy, hát én átlagos vagy, tudod, amit úgy, úgy nem vesznek észre olyan gyorsan az emberek, azt hiszed, hogy nem veszik észre, észreveszik. Olyan gyorsan észreveszik, hogy azt nem is gondolnád. És általában először a rosszat veszik észre. Tudjátok, honnan tudom? Mert amikor beteg voltam, akkor mindig ilyen összeráncolt szemhőhő, meg, meg homlokkal mentem az utcán önkéntelenül is, mert fájdalmaim voltak. Amikor ez eltűnt, mi történt? kisimul az ember arca, mindig vigyorog, és megkérdezték, hogy mi a fenét csináltál. Ennyire egyszerű. Hát nézd meg, hogyha fáj valamid, akkor rossz kedved van. Nem tudsz jó kedvű lenni, ha fáj valamid. És ha ez a fájdalom megszűnik, akkor jó kedvű tudsz lenni. Hogyha jó kedvű tudsz lenni, hát az emberek meg fogják látni rajtad. E, igen, milyen emberek? Jön a kérdés megint. Hát akikkel körülveszed magad, illetve akiknek kommunikálsz, akik bíznak benned, hallgatnak a szavadra, azok az emberek majd csatlakozni fognak hozzád. És most megint egy nagyon kényes dolog. Ha nem csatlakoznak hozzátok én mert azt tapasztalod, hogy nincs csatlakozó, nem keresnek, nem hisznek nekem. ez azért van, mert nem vagy nekik hiteles. Mondhatsz te bármit, mutathatsz nekik bármit. Nem fogják elhinni, mert nem látszik rajtad a változás. Értitek ezt? Nagyon-nagyon egyszerű dolog nem lehet megúszni, én mindig szoktam mondani, mert előbb-utóbb úgy is fog fájni. Akkor pedig rossz kedved lesz. Ha rossz, kedved lesz, akkor csúnyán fog kinézni, és innentől kezdve az emberek látni fogják, hogy ez már egy futott kategória. És hirtelen Jó, mi lett ezzel? Először nem hiszik el, aztán te alázatosan elmondod, hogy úgy se hinnéd el, inkább nem mondom, annál jobban akarják kérdezni, te annál jobban nem mondod, aztán megsajnálod, és azt mondod, na jó, akkor ülj le. Ha tényleg akarod hallani, akkor megmutatom. Megmutatod, csatlakozik hozzád, ő is azt akarja, ő is a változást akarja saját magán, mert elege van az életből, aztán elkezd rendelni, neked meg jön a bónuszpontod. És akkor ott ülsz, hogy Isten, mit csináltam én eddig? Miért nem csináltam magamon a változást? Miért mert meg vagy elégedve azzal, amit most van. Az a kis picike, óco, izé, jó az, meg egyébként meg lusti vagyok, meg inkább nézek valamit, filmet, meg ízé jó az életed. <laughs> Nem szúr a szög eléggé, viszont hogyha ezt komolyan gondolod, akkor elkezded a változást, fölkeresed, a mentorodat, és tőle, na akkor most mit csinálják A mentor meg fogja mondani neked, hogy igen, hm, változtass. Ha ugyanazt csinálod, ugyanaz az eredmény. Ha változtatsz, változni fog az eredmény. Ennyire egyszerű a dolog. Nem tudom, átmente ez az üzenet, értétek-e, amiről beszélek? Ha igen, akkor osszátok meg ezt a videót, hát ha valakihez elér, és ő is elkezdi a változást. Kellemes hétvégét kívánok nektek, gyertek, szombaton találkozunk személyesen, az erről legyen veletek, sziasztok!